bizonyos értelemben az előttünk álló kulturális sok és technológiai fejlődéssel szemben valamilyen módon azon is kell gondolkodni, hogy hogy lehet az emberi életformát megvédeni. Vagy nem tudom, vagy ezt tudom, hogy ez vérkonzervatív álláspont, de ugye de nem tudunk nem úgy gondolkodni, hogy egyrészt elgondoljuk, hogy 50 év múlva lehet, hogy tényleg semmi nem lesz, de azért azt is el kell gondolnunk, hogy a köztes időben valahogy ezt az átmenetet át kell vészelnünk, és nem szabad szenvedést okoznunk mondjuk állati lényeknek, de ugyanúgy nem szabad azt sem hagyni, hogy nekünk szenvedést okozzanak. Tehát itt azért sok olyan probléma van, ami óhatatlanul visszahozza a poszthumán perspektívába az emberi létformának a, nem a nosztalgiáját, az nyilván tehát ahogy leírjátok, az szuper érdekes, és az iránt nem kell nosztalgiát érezni, hogy egy ilyen eurocentrikus, maszkulin, versengő, autonómiára épülő, nem tudom, szubjektum kép, hát ezt nyilván el lehet engedni, de hát ugye ez csak egy kép, nem ez az ember, hanem az ember az a fajta szubjektum, amiben mindenféle mozgások így úgy megtörténnek. Nem tudom, de lehet, hogy ezen is érdemes gondolkodni.